Sziasztok! Ő itt Beni, én pedig Bera. Ez a második videóm. Ahogy megbeszéltünk a lábápolásról, illetve körömvágásról, esetleg reszelésről fogunk beszélni. Kétféle technikát is választhatunk. Van ez a csipesz, ollószerű valamicsoda. Illetve van egy gép is, amit egyébként a műkörmösök is szoktak használni. Mi igazából ezt szeretjük. Beni most elugrott. Remélem, hogy így jól látható lesz majd. Tehát amit én szeretnék elérni vele, az új koreai stílushoz, először is felkötöm a hosszú részt, amit ugye olyan lebegő stílusnak fogom hagyni. Van egy nagyon pici fejű kis borotvánk, amivel a tappancsát először mindenképpen körülnyírom. Felfoghatom az összes számomra úgymond kellő hajrészt, és körülnyírom. A szép kis fekete tappancs látszódjon, könnyebb a tisztántartás is, illetve okay, I know it's in a place for you. Mivel mi Angliában élünk, én hozzá angolul fogok beszélni, ezt már az előző videóban is elmondtam. Normál esetben egyébként Beni fekve szeret lenni. Hátára fektetem, és szépen, alaposan lenyírom. Szebb is, könnyebb tisztán tartani, főleg ebből a nedves, nyírkos, koszos Albion Angliával. Nekem is egyszerűbb hosszú távon, és egyébként neki is. A körmeit miért is nyírom? Heti rendszerességgel, mert a játékok során nagyon sokszor belém kap, több ruhámat már úgymond felsértek, vagy esetleg játékokat, meg egyébként is én azt gondolom, hogy ha már van egy ilyen gyönyörű kutyusunk, mint egy máltai, de akármilyen kutyusunk, akkor az ő ápolásuk az egy nagyon fontos dolog. Vihetjük kozmetikushoz természetesen, de én nekem azért van Beni, hogy helyettesítse a már felnőtt gyerekeimet. Igen. Hey baby, I know you don't like it. Yeah, I know you're tired. Okay. Szóval kétféle technika van, amikor már ez megtörtént, és nincs már túlságosan hal körülötte. Még nyírok egy kicsit a köröm tetejéről, hogy lássam, hogy honnan nyírok. Fogok kérni egy képet, mert a videóval egyszerűen nem én, tehát állványosan kamerázok saját telefonról. Nyilván nem vagyok profi fotós és videós. És egyszerűen nem tudom demonstrálni kellőképpen, hogy mi az a rész, ami visszavágható. Kutya kozmetikus nyilván tudja, de nem mindenkinek van ideje, vagy esetleg kedve, vagy esetleg a pénztárcája nem engedi, hogy folyamatosan kutya kozmetikával vigye. Én pedig ezt szeretem csinálni, hát én úgy gondolom, hogy ebben jó kis időt töltünk el, jobban összeszokunk. Tehát az első és a régi hagyományos módozat, ezzel az úgynevezett ollóval, meg fogom mutatni, mi az a rész, aminél már nem tudsz többet várni. Fontos, hogy az íved ne alulról gyere, hanem fölülről. És én utána egy körömreszelővel kicsit átreszelem, ha a gépet csinálom, amit mi sokkal jobban szeretünk most már. Gyors, egyszerű és sokkal tisztább, puhább eredményt érünk el, az pedig egy műkörmös körömbeszelővel ívesen minden oldalról egy icipicit átbeszeljük. Kb. 3 perc alatt meg vagyunk vele, és ugye hetente csinálom, vagy maximum 2 hetente, így nagyon minimális időt vesz igénybe.
azért nem is tudok túl sok különbséget mutatni, mert mi ezt viszonylag rendszeresen csináljuk. Oké, okay, baby? Oké. Okay. I know. You stay. No, you stay. Ezután én a felfogatott résznél megfogom. Leteszem a lábját. És nagyon rövidre nyírom a köröm felett, szándékosan. Kicsit talán egy úszkás stílus ez a rész, de nekem nagyon-nagyon tetszik. A napi tisztántartásban nagyon sokat segít. Most leteszem a földet. Oops, sorry baby. Jó. És ezt az alsó szakaszt, mert két évet vágunk, Benny! Körülnyírjuk. You like the red one? Come on, keep it straight. Benny, people don't see what we are doing. Szóval jó rövidre levágtam. Nem zavaró a kosz, sokkal kevesebb egy hét után, csak egy fél. Utána leveszem a hajgumit, akár egy másik fésűvel átfésül, és most jön az a rész, amikor nagyon fontos, hogy lent van a láb, és ebből az éves ollóban szépen körülnyírjuk addig a hosszig, amíg szeretnénk. Mivel most tél van, én ezért egy kicsit rövidebbre hagyom. Nyáron nyilván hosszabbra is hagyhatjuk, még szebben lebeg neki a puha kis hajacskája. Minden oldalról átnyírjuk. Pretty. És ezzel elértük gyakorlatilag azt a stílust, amit igazából én szeretnék, mondom, ez a koreai stílus, vagy kínai, ki hogy kinevezi, de a lényeg az, hogy mi végül is a combtól lefele hagyjuk nőni az összes többi borotvált, főleg azért, mert ruhát hordunk, én úgy gondolom, hogy a téli hideg időszakban a fontos szerveket bevédem, ruhákat magam kötöm, borrom, horgolom. Nagyon kevés kis kabátot vettem, de ő valahogy nem az a méret, ami az előzőm volt. Tehát ő egy kicsit hosszabb és vékonykásabb, de ő rendkívül örökmozgó. Ezért, wait, Benny. Ezért neki tényleg méretre kell készítsek ruhákat. Egyébként is szeretek kötni, borrni, horgolni. És úgy gondolom, hogy ez így megfelelő mindkettőnknek. Ezt a kis fekete felsőt, ezt kb. 3 hónapja kötöttem neki, most 7,5 hónapos, már kinőtte, itt már hozzá kellett horgolja, és már megint kinőtte. De hát, ez így van jól. Look at the camera. Ah, look, look. Look at that. And they say hello. Can you give me hello? Hey, look at me. Hello? 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 Szóval ez az, ami a lábnál fontos. A két első készen van, de mint láthatjátok, az alsó, vagy a hátsó, még elég csúnyán, úgymond hosszú, de ez nem is ez volt a lényeg, hanem egyen meg tudom mutatni, és utána már ti ezt nem tudjátok otthon szépen csinálni. Megkönnyítitek a saját életeteket, az övét, vagy akár hogy a kozmetikus is. És ahogy az előzőleg már előfizető videóban mondtam, nem szeretnék trollkodást, ez csak laikusok számára jött létre, ez az oldal, ez a csoport, és csak annyit szeretnék, hogy akinek nincs ideje, nincs pénze, vagy ahogy én imádom ezt csinálni,
ezért készítem a videót, hogy segítsen. Ha bármilyen kérdésetek van, kérlek hívjatok, nagyon szívesen válaszolok. A következő videóban feltételezem, hogy az arc ezt a koreai stílust fogjuk megmutatni, mert most már ugye két-három hete nem vágtunk hajat, vagy nem borotváltunk, nem igazítottuk, és hát bizony, már rendetlenül nézünk ki. És ezért meg fogom a következőben mutatni, addigra a szeme is szépen rendbe fog jönni, a szem is ez a videó egy napon jött létre, és a következőben pedig kozmetikázunk. Mi egyik héten vágunk, a következő héten fürdünk, napi szinten fésülünk, és szemkörnyéket tápolunk. Köszönöm szépen, sziasztok!